Jó estét kívánok! Kedves nézőink, Önök a tájoló napi aktuális információit látják. Területfejlesztésre a jövő évben 20-30 milliárd forint közvetlen támogatás jut. Derül ki Kövestetőn, a Baranya megyei területfejlesztési tanács kezdeményezte kétnapos országos területfejlesztési konferencián. Noha a decentralizált alap 1998-as kerete az ideihez képest nem változik, tehát mintegy 13,2 milliárd forint lesz. További 4 milliárd forintot különít el a költségvetés az önkormányzatoknak Viszmajor esetére. Mindehhez hozzászámítható a Magyar Fejlesztési Bank vállalkozói hitelkerete, a központi célelőirányzatok bizonyos része, valamint a FAR 30 millió ekü több mint 6 milliárd forint kísérleti régióknak juttatott támogatása. Egyébként már most készülőben van az országos területfejlesztési koncepció, amely alapján a regionális és a megyei területfejlesztési tanácsok kidolgozhatják saját stratégiájukat, sőt ez alapján már januárban ismert lesz számukra a rendelkezésükre álló keret. Mesterek kurzusa címen kerekasztalbeszélgetést rendezett Pécsett a Baranya megyei vállalkozói központ, az alapítvány a vidék kis- és középvállalkozásainak fejlesztésére és a Magyar Business Leaders Forum. A vidék különböző nagyvárosaiban részben már megtartott, részben a jövőben sorra kerülő rendezvény célja, hogy a közismert multinacionális vagy nagy magyar társaságok képviselői tanácsaikkal segítsék a megjelenő kis- és középvállalkozások vezetőit. A Kereskedelmi és Hitelbank mai napon érvényes valutaárfolyamai következnek. Tőzsdehírek következnek a CB Broker Kft. Információi alapján. A legfontosabb nemzetközi részvénypiacok gyengülése ellenére a budapesti értéktőzsde indexek kismértékben emelkedett. Az 56 pontos erősödés ugyanakkor nem tükrözi a pontos képet, hiszen az erősödő részvények mellett számos papírral kereskedtek a tegnapinál alacsonyabb árfolyamon. Így például 5 forinttal csökkent az indexben nem szereplő MATÁV, melynek záróára 753 forint. 600 forinttal magasabb árfolyamon cserélt gazdát a Danubius, amely közzétette legfrissebb gazdálkodási adatait. Önök a tájolót látták. Gazdasági hírekkel legközelebb pénteken ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk fő támogatója a Fortaponári Autóház. Már 3 éve áll a vevők és szervizeltetők rendelkezésére, immár 3 telephelyen teljes körű szolgáltatással. Új és használt személy és tehergépkocsi értékesítés, alkatrészeladás, a legmodernebb technológiával felszerelt szerviz.